Wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. That's one small step for man. One giant leap for mankind. It is complete independence that we want. <laughs> If then me I get I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. A short time ago, an American airplane

Minden, ami a kettő között van, pedig történelem. Történelem chimpanz, isten. Történelem chimpanz, isten. Történelem chimpanz, isten. Nem tudjuk, hogy Ashurbanipal hogyan halt meg. Byron dramatizálja a történetet, miszerint a király felgyújtotta saját palotáját, és eltűnt a tűzben. Azonban ez csupán legenda. Minden esetre halál a szimbólum és ómen egyben. Asszíria is meghal. Olyan okoktól, aminek a is részese volt. Egy csettintéssel asszíria eltűnik a történelemből. Semmi sem maradt belőle. Kivéve bizonyos haditaktikák és fegyverek, egy jónszerű oszlop típus, és a birodalmi provinciák adminisztrációs módszere ami tovább szállt Perzsiára, Makedóniára és Rómára. A közel-kelet úgy emlékszik rá, mint a tucatnyi kisebb államok irgalmat nem ismerő egyesítője. A zsidók bosszú állóan úgy emlékeznek meg Ninivéről, mint az átkozott város, tele hazugságokkal és rablással. Nem sokára a nagy királyok kivételével minden elfelejtődik. Királyi palotáik romokban hevernek a sivatag homokja alatt. Kétszáz évvel az elfoglalása után Xenofon megírja, hogy a tízezer menetelt Ninive romhalmain, és nem is sejtették, hogy egykoron az ősi metrópolis, amin járnak, a fél világot uralta. Egyetlen kődarab sem maradt szem előtt, mindazokból a templomokból, amikben a Szíria istenfélő harcosai annak az útját keresték, hogyan üdvözíthetik nagyszerű fővárosukat. Még Assur is, az örök isten is, meghalt. Így emlékszik vissza Will Durant a Asszíria elmúlására, és hasonló leírás találhatunk Arnold toynbee is, aki általam szintén egy nagyon nagyra tartott történész. Ő röviden ezt mondja az asszírok eltűnéséről. A katasztrófa, amitől az asszír haderő a végéhez érkezik időszámításunk előtt 614-től 610-ig, az eddigi legteljesebb volt a történelem során. Magába foglalta nem csupán az asszír hadigépezetek elpusztulását, hanem az asszír állam kihalását és az asszír nép megsemmisülését. Egy közösség, ami már több mint 2000 éve létezett, és egyre dominánsabb szerepet játszott dél ázsiában két és fél századon keresztül, szinte teljesen felszívódott. 210 évvel később, amikor ifjabb Kürosz a tízezer görög zsoldossal visszavonul a Kunakszai csatából, a Tigris medencéjétől a Fekete tengerig, elhaladva Kálhú és Ninive helyszíne mellett. Döbbenten rácsodálkoznak de nem az erődítmények hatalmasságán, hanem azon a látványon, hogy micsoda szembetűnő emberi munka maradványai terülnek el, ilyen elhagyatottan. Ez a bukás, amiről a két történész beszél, hogyan történhetett meg a több mint 2000 éves néppel, ami egykor uralta a kelet nagy részét. Kik voltak az asszírok, és milyen birodalmat építettek maguknak? Miért fontos a Szíria a történelem szempontjából? Vagy éppen miért nem az? Azt kell, hogy mondjam, hogy önmagában az asszír birodalom nem túlságosan érdekes történelmi szempontból. Ebben az esetben igazából az az érdekes, hogy hogyan illeszkedik bele a nagy történelmi összképbe. Az az érdekfeszítő, hogy hogyan determinálja a történelmi szükségszerűség és a földrajz adta lehetőségek az állam alakulását. Az a történelmi mintázat az érdekes, amit Sumer Babilon Egyiptom kiad az egyik oldalon, a másikon pedig az Akkád birodalom és Asszíria. Ezek más-más történelmi lehetőségek és utak. Erről szól ez a podcast, amivel kapcsolatban a tanulságot pedig majd a végén kívánom megvonni. Kezdjük azt a történetét onnan, hogy hol és mikor jött létre. Babilon létrejötte után nem sokkal, tőle 500 km északra egy újabb civilizáció ütötte fel a fejét. Földrajzilag, ha megvizsgáljuk ezt a területet, akkor megint azt lehet észrevenni, mint a történelem esetében bármikor. A földrajzi elhelyezkedés már nagyban determinálta a történelmi lehetőségeket. A mai Irak területén jött létre az időszámításunk előtti harmadik évezred közepén Asszíria, Észak-Mezopotámiában. Először független térségi államként működött, majd önálló birodalomként egészen az időszámításunk előtti 7. századig. Ezután történt meg az, amiről már a bevezetőmben szó volt. A perzsa király, ifjabb Kürosz, görög zsoldosokat bérelt fel, kiknek vezetőjek Xenofón volt aki később le is írja a perzsa király hadjáratát, amit saját testvére ellen folytatott. Ekkor mennek keresztül a nemrég még működő asszír birodalom maradványain. Na de vissza a kezdetekhez. A Tigris és az Eufrates felső szakaszak között létesült Asszíria, ami főként a Tigrisre és az abba ömlő kisebb folyók vízhozamára támaszkodott. Ezen kedvező adottságok miatt pedig a mezőgazdaság működtetéséhez nem volt szüksége öntözésre. A Szíriát kelet felől a Zagrosz hegység határolja, ami 1500 km hosszúságban terül el. Észak-Irak és Nyugat-Irán között. Észak-Nyugat-Dél-Kelet irányban. Délen pedig hosszan elnyúlik a Perzsa öböl mentén, annak déli partjáig. Tehát a legegyszerűbben úgy lehet kifejezni a hegyvonulat földrajzi és történelmi jelentőségét, hogy a Zagrosz hegység földrajzi akadályt képzett mezopotámia síkságai és az iráni fenség között. Ezzel pedig létrehozott egy természetes válaszvonalat a két terület között. Egy természet által képzett határvonal a folyók közének völgye és a hegységen túli fenség között. Az ókor kezdetén a Zagrosz hegységet barbár törzsek lakták. A Kassuk, a gutik, a hurrik és a mittániak. Róluk már korábban volt szó. Ezek a törzsek rendszeresen megtámadták a hegység közelében lévő városokat, fosztogatásaik nyomán pedig több államszervezet egységét is megbontották, súlyosabb esetben meg is semmisítették, Azonban volt olyan birodalom, melyet kemény militarizmusba kényszerítettek. Ez volt Asszíria. Asszíria elképesztően erős katonaságot szervezett, amivel meghódította a környező városokat. Elámban, Sumerben, Akkádban, Babilóniában uralták Főnícia és Egyiptom egy részét, és kegyetlen erővel terrorizálták a közel-keletet két évszázadon keresztül. Asszíria kulturális értelemben egyáltalán nem lényeges a történelemben. Vallási, irodalmi és szellemi értelemben véve egyaránt kijelenthető róla, hogy teljesen Babilónia kulturális gyarmata. Szinte mindent, ami kulturálisan meghatározza Asszíriát, azt a Babilon birodalomból emeli át. Kiemelkedő tudósaik, innovációik igazából nem voltak, amivel persze egy asszirológus nyilván vitatkozna, de egy hétköznapi értelemben vett történelem szerető ember aligha. Hódításaik nem köthetőek egyértelműen egyetlen olyan karizmatikus vezetőhöz, mint az akkádi szárrukin esetében, vagy mint később Nagy Sándor lesz. De mégis. Érdemesnek tartom, hogy külön rész szálljak Asszíriára. De miért? Asszíria egy hasonló militáns monarchia volt, mint az Akkád birodalom, ahol minden király az erő és a kegyetlenség doktrinájában hitt. Hódításaikkal és háborúikkal uralták a keletet, egészen addig, amíg trónra nem került egy olyan uralkodó, aki elütött az egymást követő kemény, harcos királyok sorától. Ő volt pál, akit apja az egyház szolgálatába akart állítani, aztán különböző véletlenek hatására mégis a papnövendékre hagyta a birodalmat, aki egyáltalán nem volt járatos a háború viselésben. Ez pedig a birodalom bukását hozta el, és ezért a tragikus végkifejletért érdemes nagyvonalakban végigvenni Asszíria történelmét. A szíria történelme Assur városában kezdődik. Assur egy ma is létező hely, vagyis inkább úgy pontos, hogy egy ma is létező romhalom. Kál at Sirát néven, a mai Irak területén. Ez az ősrégi kereskedő város északon, a Tigris folyó partján jól ismert már a Sumer és Akkád írásos feljegyzésekből is. Időszámításunk előtt a harmadik évezred elején alapították Assurt azért, hogy kereskedelmi központként elláthassa a Sumer városokat az északról érkező termékekkel. A város nevét Assur istenről kapta, aki Marduk napisten megfelelője volt a városban. Aztán végül az egész birodalom elnevezésénél is ehhez nyúltak vissza. A várost kezdetben megszállta, és magához csatolta többféle királyság is. Először az akkádi királyok uralták Assurt, aztán helyi urak élet, ezt követően pedig úrkirályai hajtották uralmuk alá. Körülbelül időszámításunk előtt 2000-ben sikerült Assurnak újra független városállammá válnia. Lakói asszíriai nyelven beszéltek, ami Sumerből ered, de annyiféle módosuláson ment keresztül, hogy igazából közeli rokonságot csak a babilóniaival ápol. Az asszír nyelv a sémita nyelvcsaládhoz tartozik, úgy, mint a modern arab és héber nyelvek. Asszíria történelme összefonódott Babilóniával, mivel a kettejük közötti folyamatos rivalizáció és kulturális asszimiláció alakította mindkettő állam sorsát. A szomszédos Babilonnal való hadakozás miatt a sivatagi környezetben elhelyezkedő Assur uralkodója, név szerint Assurbanipál, úgy döntött, hogy alapít egy másik fővárost is délebre, egy sokkal hűvösebb klímán. Ez lett Ninive városa, ami nevét szintén a lokális istenségről kapta Nináról, ami az Istár Isten Asszír megfelelője volt. Assurbanipál legprosperálóbb időszakában 300 ezer ember élhetett Ninivében. Nyugatról pedig meg jöttek el tiszteletüket tenni a mindenható királynak. Róla és Ninivéről azonban majd később lesz szó. A szíria lakossága kettős összetételű volt. Egyrészt a civilizált délről, Babilonból és Akkádból érkező sémi népességből állt. Másrészt pedig a különböző környező barbár törzsekből, ezek jó részt az északi Hurrik, a nyugatról érkező Mittanik és a Kaukázusból érkező Kurdok voltak. A terület, ahol Assur fekszik, Mezopotámia egyik legtermékenyebb vidéke. Sumer mellett persze. A Tigrisbe torkoló kisebb folyók biztosítják a kellő hordalékot, a sok csapadék miatt pedig nem szükséges az öntözés. Sumerrel ellentétben Assur déli területein hatalmas legelők találhatóak ami vonzó volt a nomád törzseknek. A közeli hegyvidék jó kőlelőhely. És még erdőségek is vannak, ami pedig ideális az építkezések szempontjából. Ez így fantasztikusan jó lehetőséget biztosít egy városállam számára. Azonban Asszíria komolyabb ambícióihoz már kevésnek bizonyult. Hiába mindezen adottság, ha a város tágabb földrajzi környezete köves terület a hegyek közelsége miatt. Mezőgazdaságra csupán Assur városának kisebb vonzás körzete volt alkalmas. Az azon kívül eső területek már terméketlenek. Ennek megfelelően pedig a Szíria csak úgy tudott fejlődni, ha folyamatosan új területeket hódít meg és von a saját fennhatósága alá, biztosítva ezzel a kellő erőforrásokat. Ehhez azonban komoly katonai erőre volt szüksége. Földrajzi fekvéséből adódóan pedig nyugatról nyitott volt a komolyabb támadásokkal szemben. A keleti hegyvidéki törzsek számára pedig könnyen elérhető volt a gyors fosztogatás reményében. Ennek megfelelően nagy hatalmi törekvései és függetlenségének megőrzése érdekében birodalmi egységé kellett kovácsolódnia. Itt északon tehát kisebb termőterületek voltak a hegyek közelsége miatt, és ugyanebből az okból kifolyólag veszélyesebb is volt itt élni. Vagyis, ha összehasonlítjuk a sumer emberek lehetőségeivel, az asszíroknak kisebb hasznos területet kellett megvédeniük, nagyobb veszéllyel szemben. Észak-Mezopotámiára a fellegvár típusú városok voltak jellemzőek, melyeknek a központjában szorosan egymás mellé építették a király fontos intézményeit. A palotát, a templomot, a kincstárat és az ezeket kiszolgáló személyzet lakásait ezt a királyi kerületet pedig hatalmas fal vette körül. Melyen kívül lakott a polgárság, akiknek nagy területen elhelyezkedő házaikat egy újabb fal védte a külvilágtól, ami azért rendszerint alacsonyabb volt a belsőbb falnál. A védelmi rendszer kiépítésében felhasználták a domborzat és a vízfolyások nyújtotta lehetőségeket is, amire délen nem volt akkora szükség, és ott általában elégségesnek látták, ha egyetlen falat építenek. Az asszír államszervezés feladatát először időszámításunk előtt a 19. században kezdték el az Amorita származású királyok, akik számos városállamot alapítottak az ókorban. Létrehozták Asszíriát, azonban az idegen uralkodókat az Asszír nép nem nézte jó szemmel, ezért rövid időn belül elűzték őket. Tudjuk, hogy Babilóniát is ők hozták létre. Ezután Assur és vidéke az Ó-Babiloni birodalom vazallusa lett, majd a Hettita birodalom létrejöttével kereskedelmi dominanciáját is elveszítette. Ezután közel-kelet történelmében egy civilizatórikus sötétség állt be. Egyiptomot a levantei eredetű hükszoszok támadták meg, és közel száz éven keresztül uralkodtak a Nílus deltájából Egyiptomon. Ekkor foglalták el Egyiptomot először idegen megszállók. Ugyanebben az időszakban Hamurabi Babilonját az iráni fensikról érkező lótenyésztő kassuk nép igázza le. Majd tartja uralma alatt a folyók közét sok száz éven keresztül. Asszíriát a belső ellentétek miatt tudták fosztogatásaikkal folyamatosan destabilizálni azok a nomád hurrik, akik nem olvadtak bele az asszír népbe. Erre az időszakra nagy általánosságban el lehet mondani, hogy nomád törzsek özönlik el mezopotámiát, az ott működő államok pedig nagyon meggyengülnek. Ezt a történészek egy sötét korszaknak írják le. Azt lehet mondani, hogy megfagyott a történelem. Aztán első jamez fáraó a Taniszi csatában legyőzi a hükszosokat, akik ezután kiszorulnak Egyiptomból. Babilonból az elámi királyok üzték ki a kassukat. Vissza oda, ahonnan jöttek, zagros hegyeibe. Ezután a hatalmi erők újra rendeződtek a közelkeleten. A a birodalom kialakult a mittani birodalom kárára. Ekkor pedig a hatalmi vákumban az asszír királyok elérkezetnek látták annak az idejét, hogy függetlenségüket kivívják. Időszámításunk előtt a 14. század derekán Assur Uballi király, kinek neve azt jelenti, hogy akit Assur Isten életre keltett. Felszabadítja az Assur környéki városokat, és a lokális kereskedelmi hatalomból katonaállamot szervez. A király felfedezte azt a logikus következtetési láncolatot, hogy az assúri termékeny talajon kiváló minőségű élelmiszer tud megtermelni, és ha hozzávesszük a többi közeli nyersanyagokat is, akkor sok pénzt és erős fegyvereket tud előteremteni. Ezekkel pedig erős hadsereget tud fenntartani, ami által védelmet tud biztosítani a nomád betörések ellen. Továbbá újabb megművelhető területeket és értékes nyers anyagokat tud szerezni, ami még nagyobb katonai erőt jelenthet. Asszíria történelméről igazából azt lehet mondani, hogy önismétlő. Hódítások, dúlások, terjeszkedés, visszaszorulások egymás utánjai királyról királyra. A közép birodalom első jelentős uralkodója, akit előbb említettem, Assur Urballi. Ahogy neve is mondja, életre keltette Assurt. Ő volt az, aki kivívta a mittaniaktól való függetlenedést, és birodalmi ambíciókra tört. Innentől kezdve folyamatos volt a konfliktus a mittaniakkal, kassukkal, babilonnal, elámmal, és gyakorlatilag minden ezeknél távolabbi államokkal és népekkel is. Minél közelebb volt hozzájuk egy másik állam, annál nagyobb volt az ellentét. Asszíriában ettől fogva mindennek az alapja a katonaság volt. A történelem Asszíriát megelőző idejéből ismert Sumer és Babilóni hadseregek néhány száz, esetleg néhány ezer főt számláltak. Ezek még nem voltak alkalmasak nagyobb hadjáratok lebonyolítására, viszont az Akkád Birodalom szárukinnal már állandó, több ezer fős katonasággal megteremtette a militáns állam prototípusát. Azonban ez még nem volt igazán hatékony. A Szíria már egy lépéssel tovább jutott, mivel nem csupán egy hosszú uralkodói dinasztia agresszív törekvései képezik az állam katonai alapját, hanem a társadalom és a gazdaság is. Az asszír társadalom fundamentumát az a paraszti réteg adja, akik nem rendelkeznek saját földdel. Azt bérbe kapják. Viszont munkaeszközeikkel ezt a földet meg tudják művelni. Ebből az állam gazdasági hasznot tud hajtani. Ha pedig fejlődni akar, akkor további földterületekre van szüksége vagyis a folyamatos gazdasági fejlődéshez elengedhetetlen a folyamatos katonai expanzió. Ez a paraszti réteg könnyebben volt mobilizálható katonai célokra, mint mondjuk a Schumer kézművesek. A birtok rendszerre pedig az volt a jellemző, hogy minél nagyobb volt a birtokos vagyona, annál nagyobb befolyása lehetett a seregre is. A nagy birtokos arisztokrácia például kult szereplő volt a háborúskodásban, mivel az ő birtokukban voltak az ókor leghatékonyabb fegyverei, a harci szekerek. A korai birodalomban az állandó helyőrségeken felül nem volt még állandó hadsereg. Ehelyett az állam fenntartotta a behívható személyek listáját, akiket háború esetén mozgósítani lehetett. Ez a lista pedig körülbelül 2000 főre volt tehető. Ez a kezdeti módszer a birodalom kiterjedésével együtt odáig fejlődött, hogy az időszámításunk előtti 9. századról fennmaradt egy feljegyzés, miszerint az éppen regnáló királynak sikerült 120 ezer katonát a seregébe toborozni a hadjáratához. Ez bármilyen történelmi korban is járunk, elképesztő ütőerőt jelent és ezek a hadi létszámadatok meglehetősen pontos képet mutatnak az asszír birodalom sikerességének ívéről is. A katonai sikerek után az asszír birodalom fókuszában a meglévő területek megőrzése volt, a kereskedelmi útvonalak megvédése, és lehetőség szerint új területek megszerzése. A birodalomnak nem voltak jól körvonalazható határai. Az éppen uralkodó király katonai sikerességétől függött az állam határa – és az erre adott a válaszcsapásoktól. Ha a folyamatos hadjáratok megtorpantak, vagy a kereskedelem elakadt, az könnyen jelenthette, hogy nem tudták a katonaságot finanszírozni, vagy éppen a fő exportcikkük a rész hiányában nem tudták elkészíteni a megfelelő fegyvereket az újabb háborúkhoz. Azonban többnyire az volt a jellemző, hogy ezeket a problémákat sikerült az Asszír adminisztrációnak megoldani. És a 13. századra Asszíria a kelet meghatározó hatalmává nőtte ki magát. Az Asszír történelem következő jelentős uralkodója első tukulti apil éssara volt az időszámításunk előtti 12. századból. A legendák szerint kivételes vadász volt, aki egymaga, puszta kézzel 120 oroszlánt ölt meg harci szekeréről vadászva pedig további nyolcázat. Ő volt az első asszír király, aki jelentősebb hódításai révén eljutott a földközi tengerig. Nagy lelkesedéssel vágott neki az újonnan létrehozott birodalom építkezéseinek. Ékírásos királyi gyűjteményt hozott létre, és széles körű hódításokat szervezett. Meghódította Anatóliát, Szíriát, és a földközi tenger partját, ahol állítólag még tengerre is szállt, és elejtett egy tengeri lovat is. A tengeri ló valószínűleg egy delfin lehetett. Az ő uralkodása alatt vált Asszíria a közel-kelet vezető hatalmává, ahol első Tukulti Apil és Sara király úgy hivatkozott magára, mint a világ mindenség páratlan királya, a négy negyed királya, minden hercegek királya, akinek fegyvereit Assur Isten éleszte, aki ragyogó lánként borítja be a földeket, mint az esőzés. Ahogyan Szárokin Akkád királynál is megfigyelhető volt, az asszír királyok is elképesztően büszkék hódításaikra, és titulusok formájában szeretik is ezeket magukkal vinni életük során. Az asszír birodalom expanziós politikájáról azt lehet mondani, hogy az évszázadok során három irányba terjeszkedett. Az első a tőlük északra lévő transzkaukázusi Urartu. Urartu az örmény felföldön volt megtalálható, és itt vívták az asszírok történelmük legnehezebb háborúikat, és az északi térhódításnak csak a kaukázus hegység tudott határt szabni. A második irány a déli volt, ahol Babilónia feküdt, és ők számítottak a legfőbb riválisnak, azonban később az asszírok nemezisének is. Sokszor meghódították Babilont, rövidebb időn keresztül még uralták is, de ha a konfliktus hosszú távú történetét nézzük, azt lehet mondani, hogy sokkal inkább hatott a babiloni kultúra asszíriára, mint az asszír fegyverek Babilónra. A harmadik irányt nyugat jelentette, ami a legkifizetődőbb iránynak bizonyult, mivel innen lehetett a legbőségesebb zsákmánnyal hazatérni. A nyugati népeket nevezték tengeri népeknek is, akik a felső tenger partján éltek, vagyis a földközi tengernél. Ezeket a területeket rendre meghódították az asszírok, amik a következőek voltak. Izrael, Judea, Damaszkusz és Főnicia. Kelet felé csupán a földrajzi adottságok miatt nem hódítottak az asszírok. Az innen kiáradó nomád törzsekkel évszázadokon keresztül viaskodtak. De sosem tudták legyőzni őket. Az asszír birodalom a városok ostromához lett kialakítva. A hegységek nomád törzsei viszont gyorsan mozogtak, és könnyen kitértek a statikusabb asszír haderő elől hadizsákmányt pedig nem jelentettek a birodalom számára. Viszont fosztogatásaik és ellencsapásaik nagyon tudtak fájni az asszíroknak. Egyelőre ezek a hadjáratok sikeresek voltak minden irányban. Még Egyiptom határához is sikerült elérni. De ezek kulturálisan nem tudtak egymáshoz szervesen kapcsolódni. Annyiféle népcsoport alkotta már a birodalmat. Ezért az asszír királyok minden távoli tartományba hozzájuk hűséges uralkodókat neveztek ki, akik szerződésbe foglalva vállalták az alárendelt szerepet. Az asszír birodalmi hadviselésnek a tényleges hadműveleteken és csatákon felül szerves részét képezte a brutalitásokon keresztüli pszichológiai hadviselés. Asszíria művészete ezt tökéletesen megörökítette az utókornak, nem csupán néhány királyra vagy dinasztiáikra volt ez jellemző, hanem a kegyetlen terror tartozott a birodalmi politikához. A ránk maradt dombor művek művészei megmutatják nekünk, hogy általánosan bevett módszer volt az ellenség karóba húzása, élve megnyúzása, lefejezése és csonkítása. Az írnokok feljegyzései és költeményei ugyanezekről számolnak be. A legyőzött ellenséges vezetőket előszeretettel végezték ki nyilvános karóbahúzással, ami egy szimbolikus demonstrációja volt az ellenfél megalázó vereségének. Ebből 2000 évvel később Vlad tepes havasal földi fejedelem ismertebb nevén Drakula gróf is ihletet merített, amikor oszmánok ezreit végezte ki hasonló módszerrel. Az alacsonyabb rendű legyőzött ellenfeleiknél nem volt ritka, hogy először kivágták a nyelvüket, hogy ne tudjanak a későbbi élve megnyúzás során ordítani. Az elfoglalt városok arisztokratáival, ha lehet még ilyet mondani, még kegyetlenebbek voltak az asszírok. Őket arra kényszerítették, hogy zúzzák porrá az őseik csontjait, hogy ezzel kitöröljék őket az emlékezetből és hogy megsemmisítsék az uralkodásuk legitimitásának földi maradványait is. Ezek után természetesen kivégezték őket nyilvánosan, Ninive utcáin, ezzel demonstrálva az abszolút hatalmukat a leigázottak felett. Ha valaki fellázadt az asszírok ellen, annak az élve megnyúzás járt büntetésül. A nyúzás folyamatát az áldozat faránál kezdték el. Aztán a combnál folytatták, és az alsó lábszáron. Csíkokat vágtak le a bőrből. Módszeresen alulról felfelé haladva tépték le az élő ember húsáról a bőrét. A lenyúzott bőrcsíkokat aztán a leigázott városban jól látható helyekre tűzték ki, emlékeztetve a széles lakosságot, hogy mi várhat rájuk is. Az asszír katonák az ellenségeket lefejezték, és kisebb piramisokat építettek belülük a városban, vagy fákra aggatták ki a levágott fejeket. Ismeretes egy olyan asszír beszámoló is, ahol az egyik asszír katona egy hatalmas nyakláncot készített az általa levágott fejekből, és büszkén a nyakában hordozta. A brutalitás kreativitása asszíriában jól megfogható az emlékek alapján karóba húzás, élve nyúzás, láb vagy karlevágás, fül vagy orlevágás, szemkinyomás, nyelvkivágás, nemi levágás, vagy kisgyermekek esetében az élve elégetés. Ők találták fel még a keresztre feszítést is. Azonban bármennyire is ellentmond ez a primer érzetünkkel, mindez a kegyetlenség és brutalitás nem feltétlenül volt öncélú. A történelem vizsgálatából én arra következtetésre jutottam, hogy nem élvezetből csinálták, hanem érdekből. Ez volt a birodalom hosszú távú érdeke. Amennyire rendezett és jól szervezett volt a katonaság, úgy a leigázott népek felett gyakorolt terror is szisztematikus volt az évszázadok során. Az asszír királyok kezében a hadsereg fejlettsége, mérete, hadszíntéri tudása mind-mind egy fegyvertény volt. Ugyanez igaz a brutalitásra is. Ez is egy fegyver volt. Méghozzá egy nagyon sikeres fegyver. Az asszír királyok brutális híre gyorsan terjedt. Egész városok adták meg magukat mindenféle harc vagy ellenállás nélkül már akkor, amikor tudomást szereztek az asszír sereg közeledéséről. A pszichológiai hadviselés tehát működött. Az elnyomott városok kétszer is meggondolták, mielőtt bármiféle lázadás szítanának az elnyomóikkal szemben. Aki pedig háborút indított asszírja ellen, az pontosan tudta, mit kockáztat ezzel. Az asszír királyok büszkék voltak erre az írtózatos hírnevükre, és dicsekedtek vele. Úgy érezték, hogy isteni felhatalmazásuk van arra, amit tesznek. Ez a fajta kegyetlenség még ókori léptékkel is szélsőségesnek mondható. Aki látta a trónok harcát, az minden bizonyal emlékszik még a Bolton házra, aminek a lobogója egy megnyúzott ember. Amennyire a trónok harca világának erkölcséből kilóg a bestiális Remzi Bolton, úgy gondolom annyira üt el az ókori történelem általános morájától Asszíria. Az asszírok ezáltal nagyon hatékonyak voltak abban, amit csináltak. És mit is csináltak, pontosan? Politikai értelemben. Azt, hogy felállítottak egy ütőképes katonai államot, amivel meghódították a környező népeket. Szörnyű módszerekkel terrorizálták őket, majd megtették nekik az ajánlatot, amit nem lehet visszautasítani. Az ajánlat egyszerű volt. Azt kérte Asszíria hogy a meghódított terület legyen részese a birodalom gazdasági rendszerének. Ezért cserébe pedig működtetheti a saját kiszolgáló rendszerét. És persze ezzel elkerüli a bestiális kegyetlenkedéseket. Bárkivel kereskedhet, amiből a hasznát megtarthatja. Ebből ugyan részesedést kért az asszír birodalom, de legalább életben maradhat a meghódított nép. Hűséggel. Félelemmel és sarccal kell kifizetni az asszírokat. De a végén mindenki jól jár. Ez durván hangzik, ugyan, de nehéz harmadik utat látni egy ilyen történelmi helyzetben. Azt lehet mondani, hogy az asszírok egy protektorátusi birodalmat működtettek erőszakkal. Előbb-utóbb mindenki behódolt nekik, és elfogadták az alkut ahogy az asszírok felajánlották a karóba húzás lehetőségét, vagy azt, hogy sarcot fizetnek nekik, a környező uralkodók általában bölcsen, a második opciót választották. Talán egyetlen állam volt, amit nem tudtak tartósan meghajlítani. Ez volt Egyiptom. De Egyiptom esetében úgy gondolom az is szerepet játszott ebben, hogy ők voltak a legtávolabbi meghódított terület, így kisebb nyomást tudtak az asszírok gyakorolni rájuk. Az Asszír Birodalom tehát kialakított egy intézményesített protektorátussal működtetett birodalmat, ahol önkényesen diszponálhatott mezopotámia és a közel-kelet erőforrásai felett. Az időszámításunk előtti 8. századra azonban elfogytak a könnyen meghódítható területek. Ezért második szárukin fia, Sin Aché Éraba király, Babilon felé vette az irányt amit hosszadalmas, rengeteg áldozatot követelő ostrom után elfoglalt és leromboltatott. Az ostrom leírása a fennmaradt forrás szerint így szól. Az ellenség katonáit nyillal és nyilvesszővel árasztván el. Összes holtesteiket szitává juggattam. Nyakukat, mint birkáit levágtam. Drága életüket, mint cérnát elnyestem. A tüzes paripák, a lovaglásomhoz befogottak, vérük árjában gázoltak, mint folyóban. Vitézeik hullája, mint a fű, megtöltötte a mezőt. Eléggé jellemzőek voltak az efféle írásos emlékek Asszíriából. Ahogyan az előbb taglaltam, az erő kultuszával irányították a birodalmat. Így hódítottak, így tartották fenn a rendet, és így verték le az igen gyakori lázadásokat, Viszont azokkal szemben, akik behódoltak, elfogadták a visszautasíthatatlan ajánlatot, és az asszír uralkodóknak hűséget fogadtak, őket nemhogy megkímélték, hanem a külső nomád támadásokkal szemben megvédelmezték. Az asszír történelemből az látszik, hogy igazán ezek a városok tudtak sikeresek lenni és hosszú távon fennmaradni. A többi elhullott. Ha vallási szempontból vizsgáljuk meg Asszíriát, akkor arra juthatunk, hogy teológiai értelemben semmi unikális nincs benne. Viszont az állam és a vallás kapcsolata nagyon érdekes fejlődést ír le. Az évszázadok folyamán megfigyelhető, ahogyan a vallás egyre inkább összefonódik az állam háborús ideológiájával. A kezdetben Asszíria királyai Babilonból hoztak írnokokat és papokat, hogy babiloni mintára átemeljék az intézményeiket. Asszíriában isten kultusza volt az imádság tárgya, ami először még csak a papok hóbortja volt. Nabu a mitológia szerint a babiloni marduk isten fia, aki a bölcsesség, az ékes szólás és az írás művészet istene. Nabu lépett az időszámításunk előtti első évezredre a főistenség helyébe, aki olyan univerzális tulajdonságokkal lett felruházva, mint amik korábban Mardukot jellemezték. A Nabu kultusztól a kezdetekben a király kellő távolságot tartott. Meghagyta ezt a klérus magánügyének. Aztán a vallás és a militáns ideológia össze lett kapcsolva lassan ahol a király lett a világ mindenség közepe. Aki a birodalmi ideológia szerint Asszíria földjén körbe van zárva a gonoszok gyűrűjében. De az isteni nábu segítségével felül tudott emelkedni ezen, és hódító hadjárataival el tudta törölni ezeket az erőket, akik az asszír civilizáció életére törtek. Amikor megalakítják Asszíria második fővárosát, Kálhut, akkor a templomot még nagyon messzire, körülbelül 700 méterre építik meg a királyi palotától. Azonban, mire második szárukin felépíti a saját városát, azért, hogy legyen hova hordani a hadizsákmányait, a templom és a palota kapcsolata már sokkal szervesebbé válik. Második szárukin, aki származását a nagy akkád hódítótól erdezteti, államcsíny következtében szerez hatalmat magának és uralmának kezdetén az egykori főváros istenétől levezethető isteneket bálványozza, vagyis Assurt, hatalmát pedig Enliltől és Marduktól valónak hangoztatja. A feltörekvő Nabuval pedig egyáltalán nem foglalkozik. Aztán, ahogy hadi sikereitől megmámorosodva úgy dönt, hogy a több száz éve fővárosként működő Kálhuból 50 kilométerre északra helyezi a birodalom központját, megalakítja Dur -Szarukint. Vagyis nevét lefordítva a Szárukin erődítménye nevű várost. Itt már a militáns ideológia központjába beemelik Marduk fiát. Vagyis Nabu lesz a központi isten. Nabu temploma közvetlenül a királyi palota mellé épül fel. Ezeket pedig egy kis híd köti össze, a könnyű átjárás érdekében. Maga a város azonban a hatalmas ambíciók ellenére nem volt túlságosan hosszú életű. Ezért kellett később megalapítani Ninivét. Ezután tudott beköszönteni a birodalom virágkora, amit béke és prosperitás övezett. Legalábbis a legtöbb történés szerint. Mások viszont azt mondanák, hogy már ez egy lassú romlás kezdete, ami a birodalom bukásához vezetett. Én is inkább ezt gondolom. Az asszír birodalom utolsó fontos, és igazából legjelentősebb uralkodója Assurbanipál volt, akinek édesapja egy egyiptom elleni hadjáratban halt meg. Birodalmáról pedig úgy határozott a király, hogy fiatalabbik fia, aki a kedvence volt, örökölte meg Asszíriát. Az ő bátyja pedig Babilont kapta meg, megosztva ezzel a birodalom terheit. Ez azonban nem békét hozott a birodalomba, hanem a birodalom történetének legnagyobb lázadását. Assurbanipál ellen saját bátyja, szövetségeseket toborzott, hogy megszerezze magának a teljes birodalmat. Erre Pál időszámításunk előtt 650-ben ostrom alá vette Babilon városát, és egy ajánlattal állt a körbezárt, lázadó város elé. Ez így hangzott. Hírneveteket, amely előttem és az országok előtt egészen folt nélküli. Ne gyalázzátok meg. Az Isten előtt ne sodorjátok bűnbe magatokat. Ez a fajta diplomácia azonban nem vezetett sikerre, így két évnyi ostrom után sikerült a várost teljesen kiéheztetni. Az áruló báty öngyilkos lett. Szövetségesei pedig megadták magukat. Ha csak így röviden tekintjük át, Assurbanipált, akkor úgy hathat, mint egy keménykezű, szigorú, de igazságos uralkodó, akit miután saját bátyja elárult, a közjó érdekében visszaállította a birodalom stabilitását, és halála után hanyatlani kezdett a birodalom. Viszont nem biztos, hogy ez pontosan így történt. pált mindenki egy nagyszerű uralkodónak tartja. Én azonban nem vagyok benne olyan biztos, hogy ez tényleg így volt. Nézzük meg kicsit másik szögből a történetet. A királyi családokban a soron következő uralkodó személye mindig az öröklési hagyományok szerint volt meghatározva, és ennek megfelelően nevelik már fel a gyermekeket egészen kiskoruktól fogva. Általában a trónörökös az első szülött fiú volt. Asszíriában viszont mások voltak a szabályok. A királyoknak több feleségük is volt, akár mindegyiktől több gyereke lehetett, ezáltal volt biztosítva, hogy semmiképpen nem maradjon örökös nélkül a király. Ezek a gyerekek pedig sokszor versengtek egymással a trónért, és a király választotta ki, hogy melyikük a legrátermettebb, hogy megörökölje a birodalmat. Asurbanipál nem volt elsőszülött, ezért őt Nabu Isten papjának szánták, és e is nevelték. Balesetek, véletlenek, gyilkosságok következtében Asurbani pál kerül a trónra. Anélkül, hogy ehhez megfelelő neveltetést kapott volna, vagy bármilyen katonai képzésben vett volna részt, mint herceg. Talán ekkor volt a birodalom a legnagyobb kiterjedésű. Délen a Perzsa öböl határolta, délnyugatról Egyiptom, nyugaton a földközi tenger. Északon pedig egészen Anatóliáig nyúltak el a határok. Ebben, a birodalmi csúcspontban, az eddigi tradíciókkal ellentétben nem egy katona lépett a trónra, hanem egy értelmiségi. És ez meg is látszik az uralkodásán. Asurbani Pál a katonai képzettsége hiányából fakadóan nem maga vezeti a további hódító hadjáratokat. Sőt, részt sem vesz bennük ehelyett a fővárosban, Ninivében marad, ahol mennyei imádságokat mormol és rituális keretek között proféciákat idéz meg, amiben Asszíria védelmére hívja Istár Istent. Asszíria királya a hadjáratoktól távol imádkozik a katonákért. Amikor pedig ezek a fohászok elhozzák a katonai sikereket, Assurbanipál ezt realizálva visszaigazolva látja módszerét, ami után a vallásban való további elmélyülést tartja kívánatosnak, és megnöveli Nabu Isten papságát. Ettől kezdve csökken a katonai kompetencia, és megnövekedik a klérusba vetett hit. Van egy nagyon híres dombormű, ami jól mutatja Asurbanipál uralkodásának kvinteszenciáját. Ezt úgy hívják, hogy Asurbanipál kerti jelenete. Ezen a kerti jeleneten, középen, assurbanipán láthatók kényelmesen hátradőlve, amint királynőjével a királyi udvarban kellemesen falatoznak. Boroznak, mindeközben pedig szolganők legyezik az uralkodó párt, és hozzák nekik a következő fogásokat. Az udvarban gyönyörű fák díszelegnek, és madárkák repkednek, azonban valami belerondít az idilli képbe. Az elámmal folytatott hadjárat során a legyőzött elámi királyt az asszírok megölték, levágott fejét pedig hazahozták a fővárosba. Assurbanipál pedig a királyi udvaron az egyik fára tettette ezt ki. Ez a levágott fej látható a dombormű bal oldalán. A dombormű jobb oldalán pedig az elámi király. Teuman levágott karja található szintén egy fán, ahogy királyi pálcáját a halotti kéz még tartja. Az asszír teadélután után tehát teljesen máshogy néz ki, mint mondjuk a brit. Asszíriában a brutalitás, a vér és az ellenség legyőzésének szimbólumai megjelennek az asszír mindennapokban. A feljegyzések kegyetlen mészárlásokról szólnak, a versek brutális pusztításról. A falakon a megölt ellenségek a véres képei színezték ki a szürke hétköznapokat. A kerti partin pedig az ellenséges király levágott. A rothadó testrészei dobták fel az unalmas délutánokat. Persze most ezzel ironizálok természetesen, mert hogyan máshogy lehetne ehhez hozzáállni. Viszont akkor is ott, ez jelentette a közös történelemről való megemlékezést és a dicsőséges kultúrájukat. A legyőzött elámi király fejét később a királyi udvarból áthelyezték a város kapujára, ahogy lassan átadta magát a rothadásnak. Az elámi hadsereg hadvezérét élve megnyúzták, aki aztán úgy vérzett el, mint egy birka. Fiú testvérének pedig elvágták a torkát, testét pedig feldarabolták amit szétosztottak a birodalomban, mint valami hadizsákmányt. Az akkori asszír kultúrának ez volt az erkölcse. Ahogyan arról korábban már beszéltem, ezek nem kedvtelésből vagy öncélű kegyetlenkedésből történtek, hanem birodalmi szükségszerűségből, hogy ezáltal a rend háboríthatatlan maradjon. Ez persze mai szemmel brutális kegyetlenségnek hat, ami az ókori Sumerre, Egyiptomra és Babilóniára nem volt jellemző. De az asszíroknak ez volt a módszere, hogy összekovácsoljanak egy olyan hatalmas kiterjedésű heterogén államszervezetet, ami a mai Etiópiától Örményországig ér. Szíriától Iránig. És pontosan ehhez kapcsolható a birodalom hanyatlása. Az erőkultuszához, illetve egy idő után annak a hiányához. A gesztusok szintjén még létezik. Ahogyan az előbb említettem, elám legyőzöttei kapcsán, de mint politika formáló hatás már elmúlt. Ássorbani minden meghódított városban elrendeli a katonákat, hogy gyűjtsenek össze minden tudományos témájú agyaktáblát, amit ő lemásoltat, mert minden létező tudásanyagot össze akar gyűjteni a birodalomból. Az ellenséges erők írnokait elfogadja, hogy aztán leláncolva arra kényszerítse őket, hogy minden általuk ismert tudást leírjanak. Így próbálja összegyűjteni a világ összes tudását, amivel majd megtanulhatja irányítani birodalmát. Ezzel akarja kompenzálni a fiatal korából hiányzó képzéseket. De nem jár sikerrel. Ez hozta el minden bizonyal a birodalom vesztét. Az egész birodalom arra épült, hogy erőszakos úton erőforrásokat szerezzen magának, amit aztán vissza tud forgatni önmagába. Ezáltal vált Asszíria sikeressé. Ettől kezdve a tudást, amit megszerzett Assurbanipál, nem tudja visszaforgatni úgy, hogy az a birodalom előnyét szolgálja. A bátyával vívott polgárháború óriási veszteségeket hozott el a birodalom hanyatlása pedig évtizedről évtizedre látszik a feljegyzésekből. Asszíriában az éveket nem számokkal jelölték, hanem évnevezékeket használtak, ami annyit jelent, hogy mindig az aktuális évben történt meghatározó eseményről vagy személyről nevezték el magát az évet. Asurbanipál kezdeti időszakában a birodalom provinciáin uralkodó kormányzókról és katonai vezetőkről voltak elnevezve ezek az évek. Aztán, ahogy haladunk egy évtizedet, már a palota házi személyzetéről nevezték el az éveket. Kezdve a fő eunukkal. Aztán a pohárnokok vezetője következik. Az első számú énekes, aztán a főszakács. Aztán a palota felügyelő. Aztán a komorna. Ebből jól látszik, hogy az asszír államban a király fő tanácsadói és bizalmasai már nem a katonai vezetők és az értelmiség, hanem a közvetlen szolgálói személyzete. A bukásnak persze voltak egyéb okai is. Környezeti hatások, néhány évi rossz termés, az ebből következő éhínség, de ezek inkább csak felerősítették a hullámokat, nem pedig létrehozták azokat. Asszíriát összehasonlítva testvérállamával azt lehet mondani, hogy Babilónia egy sokkal szofisztikáltabb, kifinomultabb állam volt. Asszíria folyamatosan szellemi kisebbségben érezte magát, amit a militarizmussal ellensúlyozott. Azonban, amikor egy gyenge király lépett a trónra, aki nem volt alkalmas arra, hogy erőből vezesse a birodalmat, akkor azonnal hanyatlásnak indult. Hiába építette az uralkodó hatalmas odafigyeléssel Ninivét, és hozta létre az ókor legnagyobb könyvtárát. Ez nem következett szervesen a birodalom előtörténetéből. Az addigi irodalom legfontosabb művei megtalálhatóak voltak itt, a Sumer eposzoktól kezdve a királyi évkönyveken át, a birodalom szerte megszerezhető összelopott tudásig, azonban ebből egyenesen következett a rohamos bukása is a hatalmas, folyton lázadó Egyiptomot nem lehetett tovább uralni. Elám megsemmisítésével az iráni törzsek akadályok nélkül törhettek be Asszíriába. Az északi rivális urartu meggyengítésével pedig az északi nomádok tudtak beözönleni. Ők voltak a szkíták és a kimmerek. Ha pedig mindez nem lett volna elég, akkor a folyton kitörő lázadások is egyre erősödtek a provinciákon, látva a lassan gyengülő, majd kimúló birodalmat. És még ott volt a nagy testvér Babilónia. Az asszír királyok koncon való marakodásából Babilónia még erőt tudott meríteni, ezzel felélesztette önmagát Új Babilónia birodalom néven. Asszíria viszont nem tudott megújulni végleg eltűnt a történelemből. Az egykor nagy birodalom megszűnt, az asszír nép pedig szétszóródott. Emlékét a Biblia őrzi, amiben a proféták sokszor minősítik Ninivét az elpuhult asszír fővárosnak, aminek később csak névleges maradványai maradtak fent. A római birodalomban az Asszúria nevű közelkeleti provincia, a modern korban pedig a közelkeleti arab ország Szíria de ezeken a névleges maradványokon felül nem sok más maradt hátra Asszíriából. Mi tehát az Assziriával kapcsolatos történelmi tanulság, amit meg lehet állapítani a fennállásából? Az látszódik mezopotámia történelméből, hogy két járható út létezett az erős állam kialakítására. Vagy kultúrával lehetett erős államot építeni, vagy hadsereggel. Azonban mindkettőnek az alapja a mezőgazdaság. A produktív mezőgazdasághoz pedig jó minőségű termőtalaj szükségeltetik. Ahol már adott volt a gazdag hordalékkal feltöltött jó minőségű termőtalaj, ott egyből meg tudott szerveződni az állam, és virágzó kultúra tudott kialakulni az ókorban. Ilyen volt Sumer, Egyiptom, Babilónia, később pedig Görögország, Kína vagy India. Viszont ahol nem volt adott a termékeny föld, ott hadsereget kellett szervezni és meghódítani ilyen termékeny területeket. Ilyen volt az Akkád birodalom és Asszíria. Ezekre a militáns birodalmakra az volt jellemző, hogy alapvetésük az expanzió. Folyamatosan növelnie kellett a hadsereg méretét, amivel új területeket tud elfoglalni, ami által a mezőgazdaságok is tud növekedni. Ami által még több katonára van szükség, hogy ellenőrzése alatt tudja tartani ezeket a területeket. Amihez azonban még több erőforrásra van szükség, tehát még nagyobb hadseregre lenne igény, hogy további területeket tudjon a birodalom magába olvasztani. És így tovább, és így tovább. Ez egy soha véget nem érő növekedési kényszer, ami az államvezető rátermettségétől és a megszerezhető erőforrásoktól függ. Amint a vezető személye meggyengül, vagy nem tudnak záros időn belül újabb erőforrásokhoz jutni, abban az esetben a birodalom kártyavárként omlik össze. A gyors növekedés minden esetben gyors bukást is eredményez. A legnagyobb veszélyt azonban nem az expanzió megtorpanása jelenti ezeknek a militáns birodalmaknak, hanem ha egy külső erő ugyanazt csinálja velük, mint amit ők csinálnak más népekkel. Vagyis, amikor a nomád hódító törzsek kifosztják a már megszerzett földterületeket. Vagy ami a leges legrosszabb esetőség, hogy még le is szakítanak területeket a birodalomról az aztán a gazdasági veszteség a hatványon. Mivel nem csak elvész az erőforrás az újabb katonai expanzióhoz, hanem még több lett katonai erőt kell oda csoportosítani arra, hogy visszaszerezzék a már korábban meglévő erőforrásokat. Vagyis elképesztő pluszköltségek bevetésével a hadsereg visszaállítja a gazdaságot nullára. Ha a birodalomban a belső védekezésre helyeződik a hangsúly, a mérleg nyelve megbillen, és a külső hódítások sikerei elmaradnak, a kollektív kudarc pedig garantált. Időszámításunk előtt 626-ban a surbani meghalt a babiloni hadsereg Nabu Abal Usur vezetésével, a médbirodalom Uvak vezetésével, és a kaukázusból érkező Skita hordák megtámadják, és hihetetlen gyorsasággal felszámolják Asszíriát. A surbani pál palotáját kifosztják és elpusztítják. Az asszírokat lemészárolják, rabszolga sorba fogják. Kevesen elmenekülnek közülük. Ninivét a földdel tették egyenlővé. Asszíria pedig már csak egy emlék és romhalmaz, ami mellett nagy seregek menetelnek el, úgy, hogy nem is sejtik egykor, milyen nagy birodalom állott ott. én Györe voltam voltam ez pedig a szubjektív és szakmaiatlan történelmi agórám a történelem csimpánz Isten. we have spent more than 2 billion dollars on the greatest scientific gamble in history and we have won i shall One small step for man, but I didn't get the second phrase.